Komárom egyik büszkeségét Pekler Zalán sportlövőt méltatta a 2024-es Párizsi olimpián elért eredményeiért. Városunk polgármestere dr. Molnár Attila szeptember 6-án. A sportoló fiatalkora ellenére számos kimagasló eredményt és díjat tudhat magáénak, így méltán kapta az elismerést. Nagyon hosszú útam most jelenleg mögöttem, tényleg rengeteg versenyen vettem részt idén annak érdekében, hogy az olimpia minél jobban sikerüljön, sajnos így sem sikerült a legeredményesebben a számomra ez az olimpia, nagyobb reményekkel utaztam ki erre a versenyre, bár azért az megmutatkozott többször, hogy idén nem feltétlenül voltam a legjobb formában, a tavalyi év sokkal jobban sikerült, mint az idei, valahogy nem találtam magamat előállásba, de úgy gondolom, hogy most már jó úton haladok annak érdekében, hogy a következő olimpia esetleg sikeresebb legyen, valamint a következő évek újra jól menjenek. Úgy gondolom, ugye, hogy a 17. hely, azért nem kell szégyelni egy olimpián, az is nagy dolog, hogy az ember végül is oda kijutott. Azt tudni kell, hogy Tokióban 18. volt a legjobb helyezésem, Párizsban 17. Hát nem tudom, remélem azért nem kell még 16 olimpia, hogy megnyerjek egy olimpiát, de azon vagyok, hogy tényleg a következő olimpia 4 év múlva sokkal jobban sikerüljön ennél. Az biztos, hogy a támogatást megkapom Komáromtól is, valamint rengeteg embertől annak érdekében, hogy tényleg én a lehető legjobban felkészüljek, ennek nagyon örülök, és hát tényleg a következő időszak csak arról kelljen, hogy szóljon, hogy minél többet edzek, és a lehető legjobb fókuszba kerüljek a következő évekre. A komáromi olimpikon az idei esztendő végén még részt vesz a világkupa döntőn, amely szintén óriási eredmény, hiszen minden versenyszámban a világ 10 legjobb sportlövésze kap meghívást a találkozóra. Szerencsére évvégén lesz még egy világkupa döntő, ahova sikerült kvalifikálni magamat, és hát ugye meghívtak, ide minden versenyszámban a világ 10 legjobb sportlövét hívják meg. Ennek nagyon örülök, hogy engem is meghívtak, hiszen ez legalább egy kis célt ad még erre az évemre. Úgy gondolom, hogy ha ez a verseny nem lenne, akkor kicsit olyan üres lenne még ez az évem, mert hát nyilván már nagy versenyek az olimpia után nincsenek, úgyhogy ez adott most nekem egy kis motivációt, nyilván így az edzések is könnyebben mennek, de hát azért a célkeresztben a következő év van, hiszen ott lesz Európa-bajnokságunk, világbajnokságunk is, és hát azért ott szeretnék érmeket szerezni. A sportoló saját edzései és felkészülése mellett örömmel segít az utánpótlás nevelésben, amennyiben az ideje engedi, hiszen ahogy mondja, a mostani fiatalság adja a jövő generációját, így kötelességének érzi, hogy támogassa az utókor sportlövészeit. Nagyon szeretek egyébként akár gyerekekkel is foglalkozni, hogyha időm adja, akkor nagyon szívesen segítek be edzésekbe, sajnos egyébként e-sportolóként nagyon nehéz azért erre időt szakítani, mert sokszor az én edzéseim is reggeltől estig tartanak, de egyébként nagyon fontosnak tartom a sportlövészet jövőjét itt mind Komáromban, mind pedig Magyarországon, hiszen egyébként vannak olyan céljaim is, hogy akár a sportvezetésben dolgozzak itthon, és elengedhetetlen annak érdekében, hogy a sportlövészet sikeres legyen, hogy a jó sportlövők, akik már sikereket értek el, azok segítsék a fiatalokat és egyengessék a pályájukat, hiszen belőlük lesznek a jövő sportlövői.